Klára Birmász zongoraművész, a Holland Chopin Társulat művészeti vezetője, többek között a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemen is folytatott tanulmányokat, ekkor ismerte és szerette meg a magyar kultúrát. Nővérem kezdett hegedülni, és már 6 éves volt, és azt mondtam apukám és anyukámnak, hogy én is akarok hegedülni, és 4 éves voltam, és ők mondtak, hogy túl kicsi vagyok, még nem lehet. És úgy kezdtem, hogy a főzőkanállal kezdtem hegedülni, és ilyen erőszakos voltam. És akkor apukám vett egy ilyen kis hegedő, nagyon rosszul szólt, és úgy hegedültem, és nem jó volt a hang, csak minden nap játszottam, és akkor azt mondták, hogy okay, most lehet kezdeni, és volt nekem hegedű óra, és nagyon-nagyon sokat gyakoroltam. És utána úgy szerettem zongorával játszani, és akkor zongoráztam is. A másik nővérem zongorázott, és úgy mentem a zongorához, hogy csak ő játszotta valamit, és akkor én játszottam, amit ő csinált, és gyorsabb ment valahogy is. Ez már klár für alle. Mit szeret ebben a közös duóban? Azt szeretem, hogy nagyon más vagyunk, és ön nagyon szereti experimentálni. Én úgy vagyok, hogy van egy verzió a fejemben, és úgy szeretem, hogy már tudom előbb. És önnek vannak sok idejét, sokat experimentál, próbál, és valami más lesz. Csak az jó, hogy más vagyunk, azt hiszem, és az nagyon jól passzol. Mit jelent önnek a zene? Miért fontos a zene? Amit nem tudom a szóval mondani, a zenében tudom mondani. És nagyon jó volt, hogy Pesten is tanultam, megismertem a magyar kultúrát, mindent, a konyhát, nagyon szeretem, sokat jelent számomra. Mit gondol a magyar kultúráról, miért szereti? Én azért szeretem, mert ez teljesen más, mint amit én szoktam. Ez nagyon eredeti, a folkzene és ami a Bartók regisztrált, az ilyen eredetiség, ez nagyon tetszik nekem is. A konyha is jó, erős, szeretem más, mint én ismertem Hollandiában. És azért jó, mert vannak ez a 3 kultúrák most, Bécsben lakunk, és mindig a legjobb tudunk használni. A magyar kultúráról, a holland, meg egy picit mindenból. A Dél-Burgenlandi Kultúrfórum következő koncertjén január 19-én a 20. század zeneszerzőinek műveit, többek között Gershwin és Debussy dallamait élvezheti a zeneszerető közönség. Gondolatok a könyvtárban címmel.